Arcfestés, csillámtetoválás készítés, angolóra, drámaszakkör és lovaskocsikázás. Többek között ezekkel a délutáni programokkal gazdagodtak az 5 és 8 év közötti gyerekek a július 5-től 9-éig megrendezett logopédiai, valamint lovas képesség és készségfejlesztési táborban. Az István lovastanyán már évek óta tartanak lovastáborokat, a logótábort azonban most először szervezték meg. Dorival szeptemberben elkezdtünk a kiskörösi egyműbe dolgozni, kollégák lettünk egy csoportba, az autista óvodába, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy tábort nyárra, és a Dori gyógypedagógus és logopédus az autizmus spektrum pedagógiát elkezdte idén, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk közösen egy tábort, és így megszületett a logótábor. Dori és Zsuzsi munkájuk során felismerték, hogy milyen sok gyermek küzd beszédhibával és önbizalomhiánnyal, így a táborban a foglalkozások által és az állatokon keresztül segítik ezeket a gyermekeket. Itt nem csak a lovak közelében vannak, hanem többféle állatunk is van, itt megismerik az állatokat, illetve a lovaglás segítségével pedig egyensúlyt fejlesztenek, finom motorikát és kognitív képességeket is. Nagyon jó lehetőséget nyújt úgy gondolom az iskolába készülő gyerekek számára, mert a logopédia által kaphatnak beszéd, illetve nyelvi fejlesztést, illetve olyan képesség és készségeknek a fejlesztését, ami az iskolában majd hasznukra válik. A délelőttök lovas és logopédiai foglalkozásokkal telnek, a délutánok során pedig szabad és meglepetés programok várják a legkisebbeket. Milyen programokon vesztek részt? Volt itt tűzolt autó is, és mindenki a sárba így patykolt, és mindenki saras lett. És még? Igen, vízibombáztunk, locsolkodtunk fürdőgatyába, meg még minden nap lovagolunk, és minden nap szabad játék van. Locsolkodtunk, jött tűzoltó, jött rendőrautó, vízibombáztunk, meg arcfestékeztünk, meg csillámtetkoztunk. Volt itt tűzoltó, volt itt rendőrnéni. A logotábort a nagy sikerre való tekintettel július 19-től is megrendezik, hogy minél több kisgyermek képessége fejlődhessen a logopédia és lovaglás terén.